Sok szeretettel köszöntöm a Nexus Televízió kedves nézőit. Ma ismét dr. Szilák László professzorúrral folytatjuk a beszélgetés sorozatunkat. Az előző héten készített felvételünkhöz elég sok kommentár érkezett, ami erőt adott és biztatás, hogy folytassuk ezeket a témákat. Nagy szeretettel köszöntelek, Laci, és köszönöm, hogy ismét itt vagy, és elfogadtad a meghívást és úgy tudom, hogy ismét új témákkal készültél. Én is ö, nagy tiszteltel köszöntöm kedves hallgatóinkat és nézőinket, és téged itt kedves Zoli. Ö, Hát új témának nem új téma, mert csak folytatjuk, mert ahogy abba hagytuk, abba a pillanatban kijött egy hír, már, bocs, hogy egyből ide közepébe vágok, idézem, megpróbálom szó szerint, amit lehoztak az újságok, hogy amíg meg nem el nem készült kínai gyorsvasúti pályára, azonnal vettünk, te is vettél egy vagongyárat. A hír, ja. a Magyar Állami Corvinus ZRT, tehát ez az állami zárt körül részvénytársaság, megsegítette Hernádi Zsolt Molvezér érdekeltségében álló magyar vagon cégcsoportot, hogy megvásárolja a madridi tőzsén bejegyzett talgó vonatjárat, szerény 632 millió euróért. Most ezért ez a tőzsde értékének én úgy tudom, hogy másfél szerese volt, de mindegy, tokkal vonóval megvettük, illetve nem, mi megvettük a Hernádi Zsoltnak. De jó érzés az, hogy gazdagodunk, te. De Tehát, hát, hogy most már van hat egy. Hát gazdagodunk. Igen, a Hernádi Zsolt ö, offshore vagyonában. Csak azt nem tudom, hogy mikor lesz elszámoltatása, és visszakérnénk tudni Magyarországnak, mert meg kellett venni, ahogy már elragoztuk, megvettük a Vodafone, utána ö, vettünk gyorsan egy repteret, amit már egyszer eladtunk, de most visszavásároljuk. Nagyon jó halad, mondta a miniszterelnök úrunk, már a vétel ami az is biztos túl van árazva. És akkor arra most megtetézzük, már csak azért, mert volt egy kommentelő, aki beszélt, hogy hát mit, mit háborgunk mi, és akkor elnek véletlenül teljesen úgy szembe jött ez a hír, hogy 632 millió euróért most vettünk meg egy gyors vonat, hát ez a 200 km óra feletti sebességre képes vagonokat gyárt ez a cég, meg kellett venni, mert mert mi lesz majd azokon a síneken, amik még nincsenek. Világos, meg hát, hogy a kínai áru az tudja jönni. A hát kínai áru a, a, Tehát az kevés, ami jelenleg van, sokkal több kell, sokkal több, mert növekedni kell, sokkal több kell, sokkal több kell, raboljuk ki, fosszuk ki a környezetünket, és pazaroljunk, pazaroljunk irgalmatlanul. Persze ehhez majd ezekhez a vonatokhoz is megint majd energia kell, a sokkal több vonathoz sokkal en több energia kell, Hát ez most nem is olyan kérdés, most nem pillanatban az a kérdés, hogy azt a pénzt, ami gyakorlatilag nincs, tehát mi fölveszünk mondjuk hitelbe az EU-tól, az számolatlanul folyik már is magánzsebekbe. Most nem feltétlen csak a Hernádi Zsolt, de a Hernádi Zsolt zsebébe is, mert hát már azt is mondtuk ugye múltkor, hogy az ő alapítványában potom 20 milliárd ment, vagy már több is, ki tudja, állami pénzből, amiből ő majd megfinanszírozta az akrolúpot, ami a fekete katona légy lárvákat valaki helyesen beírta, azok a nyűk, tehát az a nyüves gyár, szó szóval szerint nyüves gyár, azt támogatta aztán magadta meg belőle. Na Nem, a azt nyüvekről, azt... nyüvekről jut eszembe, én is találtam egy nagyon izgalmas hírt, mert ugye, hogy az ételed, az életed, hát most már látjuk, hogy kész van a mesterséges hús, hús, már ezt mondogatják, de még azért ezzel még olyan visszafogottan törnek, mert még hát készítik fel a nagyipari termelés. Aztán majd, amikor már kész, ez a kapacitás nyugi, jön az. Csak hát előtte piacot kell csinálni, és hát a nyüvek is most még egyelőre csak az áll, annak a csökkenő mennyiségű állati állati állománynak a takarmányozására kell majd használni, ami hát ami szegény nem tud legelni, mert hogy az, az nem jó, hogyha legelő legel. De hát sokakkal, mikor beszélgettem az elmúlt években, tartottam előadásokat, közönség vagy közösségi találkozókon voltam, hát azért a vidékiek főleg elmondták nekem, hogy hát azért, hát őket ez különösebben azért annyira nem hozza lázva, mert azért ott a kiskertben megtermelik ők a magukénak való zöldséget, hagymát, aztán ugye van vagy 40 kiskosár közösség az országban, én mind a 40 kiskosár közösséget megpróbáltam megszólítani már a múlt évben, hogy szerveződjünk és vegyenek részt a közért kampányunkba, a vásárlói közösség kampányba, amivel hát lényeges áttörés lehetne elérni, nem ilyen 20-30, hát budapesti kosár közösségnek 30 vásárlója van állandó vásárlója van. Meg hogy ez nem egy életbiztosítás, hát azok a kis termelők, akik oda beszállítanak, azoknak hát olyan bizonytalan a hátteret. De ha viszont szövetkezünk, létrehozunk olyan termelő egységeket, mint amiket csináltak elődeink, rengeteget okulhatunk belőle, akkor hát megerősödünk ráadásul az érdekeinket is érvényesíteni tudjuk. Na most és akkor hát ezt így, így, hát jóval jó van, nem mi csináljuk, és akkor majd nekünk így jó lesz. Na most a Magyar Hírlapban olvasom, ez 24. március 3-án jelent meg vasárnap, amelyik úgy kezdődik, hogy a konyha kert sem elég környezetbarát. Túl nagy karbonlágyomot hagyunk magunk után, ha zöldséget termesztünk otthon a kertben. Legalábbis néhány kutató és a világgazdasági Fórum a WEF szerint írja a magyar nemzet, de én ezt a magyar hírlapban találtam, tehát a magyar hírlap is már szócső volt. Rövid a cikk, azt mondja, hogy tönkreteszi a bolygót, az tönkreteszi a bolygót, az otthon termesztett élelmiszerek karbonlábnyoma a világgazdasági fórum a WEF egyik tanulmánya szerint, ezért a szervezet most azt követeli, hogy a kormányok tiltsák meg az embereknek, hogy a saját kertjükben zöldséget, gyümölcsöt termeszenek, hogy így mentsék meg a bolygót a globális felmelegedéstől. A kutatás rámutatott, rámutatott hogy a kertből az asztalra való gyakorlat sokkal nagyobb karbonlábnyomot okoz, mint a hagyományos mezőgazdasági gyakorlatok, például a vidéki gazdaságok, na majd erről egy pár szót. A WEF által a Michigani Egyetemen finanszírozott tudósok kutat, kutatásai eredményét a Nature című folyóiratban tették közzé. A tanulmányban különböző típusú városi gazdaságokat vizsgáltak, hogy kiderítsék, mennyi széndiokszid keletkezik az élelmiszer termelés során. Na most elindult ez a propaganda is. És hát azért a világgazdasági fórum, hát jó, hát mondhatjuk azt, hogy hát agyrém az egész, de hát nem mondhatjuk azt, mert hát most például a legutolsó fórumon ott volt a köztárs... drága ex-köztársasági elnökasszonyunk is, és ő is részt vett ezen, tehát azért ott tudjuk, hogy ha azok nagyon akarnak valamit, van hozzájuk pénz, paripa, fegyver. Na mit szólsz ehhez, Laci, hogy a kiskertetben termelt zöldséggel te szennyezed a bolygót, és hogy tönkreteszed. Tehát a lényeg az, hogy te hagyd ezt abba, mert hogy meg kell mentenünk a bolygót. Igen, most nekik egyetlen céljuk van, hogy bennünket minden, minden téren, területen ellehetetlenítsenek, és még a lehetőséget is elzárják előlünk, hogy önállóak legyünk. Pontosan azzal, ami, ami te az ászlódat tűzték ki, hogy legyünk önellátóak, Szakadjunk le erről a multivilágról, erről a monopolizált világról. Na most ezeknek, hát nem hülyék ők, ezt látják, és hát ez egy, ez egy út. Na most hát nyilván, most már ugye összecsapások vannak a, a lengyel gazdák és a rendőrség között, nyilván ugyanezen Franciaországban, Brüsszelben, Németországban, stb. Most már talán a magyar gazdák is kivonulnak, mert véletlenül ugye a. a Ukrán méz import tilalom véletlenül feloldódott, és Jö, pontosan az egyik, ha csak nem a, a, a ennyiben már nem mentem utána a cikkeknek, de a mezőgazdasági miniszter vagy és valaki környékén érintett a méz csomagolásban. Márhogy bizniszben. Úgyhogy hát véletlenek nincsenek, véletlenek egyáltalán nincsenek, Zoli. De hát lényeg az, hogy jön most már az ukrán méz is, az ukrán gabona után, és hát ugye mindenütt, minden csak tönkre vágnak ezek a, a világfórumosok. Azért azt tisztázzuk, hogy az, amikor ukrán gabonát mondunk, akkor ez nem. Annyiban nem ukrán, ukrán annyi, ez nagyon fontos megérteni, hogy ez annyiban ukrán, hogy ott term ott állították elő. De nem. ez mind azoknak az amerikai lobby cégeknek a tulajdona, akik már felvásárolták Ukrajna termőföldjeit, és hát szerencséjük van, akkor itt a háború lezárása után az még az a maradék Ukrajna fog maradni, ami gyakorlatilag amerikai javarész Monsanto és egyéb üzleti érdekkörök magántulajdona már, akár majd be is keríthetik ezeket a földeket, és szerencsétlen Ukránok úgy kivannak semmizve, tehát az a maradék tehát ez az olyan gyalázatos, amit elkövetnek, és amihez egyébként az egész európai politikum aszisztál, és zsebre van rakva. Tehát azt látjuk, hogy zsebre vannak rakva. Na most a, említetted a lengyel gazdák tüntetését, meg a németekét, meg a, már tavaly a hollandok is elkezdték, mert ott is ugye kiadták a jelszót, hogy nem tudom mennyi euró, ezer eurót adnak azoknak a gazdáknak, akik befejezik a, a, az állattartást és levágják a marha állományokat, ami sok holland gazdánál sok száz éves családi gazdaság, hogy ezt számolják föl, mert hát az környezet szennyező és ilyesmi. Na most nem véletlenül, tehát vannak ezek a, vagy látjuk ezeket a gazdatüntetéseket, mert nem arról van szó, nem azon a háttérben, hogy szerencsétlen országok költségvetése hát nem bírja már el a sok ukrán támogatás miatt, hogy akkor a gazdáknak megadják azokat a segítségeket, támogatásokat. Nem. Fel akarják őket számolni. És, ja. és ebbe bele, bele van kalkulálva, hogy hány száz tonna trágyát fognak kiönteni az ilyen-olyan minisztériumok elé, hát majd utána eltakarítják de a, a harc nem fog, szóval nagyon kicsi az esélye, hogy így sikerre vívődjön, mert a, a hatalomban lévő urak, ezekkel a, tehát ők ráérnek, szigorítják a pénzes kassa nálukon, amit elzártak, behozzák a, az ukrán, meg az egyéb olcsó importokat, már Spanyolországban is nagy a dühöngés ott, meg franci, vagy ö, 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 afrikai, olcsó áruk dömpingje megy be a spanyolokhoz. Erről is olvastam valahol. Tehát ott is elégedetlenek a gazdák. Tehát felszámolódik. Na most mi történik helyette? Az történik helyette, hogy ezek a, a, a kitemítettél a MOL vezérigazgatója? Igen, a igen, igen, igen. Ő, ő nagyon sok mindenben benne van ám. Na ezeknek... ezeknek lehet, uh, hogy már lassan olyan lesz, mint a simicska. Ezek, ezek felvásárolják ezeket a tönkrement gazdáknak a földjeit szarérhúgyi. bab. Szóval olcsó pénzért, ezt majd kivágom. Cipoltalak. Tehát felvásárolják olcsóan, ott van Szeged mellett a példa a Bibénél, vagy nem tudom, hogy melyiknél, a milyen gyárnál, hogy ötszörös vagy hatszoros áron adják el a kínai befektetőnek az állam a, a gazdáktól felvásárolt több száz hektár területet, tehát a gazdáknak fizettek valamennyit, és annak az árnak az ötszörösét kérik a, a befektetőktől, de ezek már megint csak valami olyan kalapokba csorognak, amik majd kiszerveződnek közhasznú alapítványokba, aztán a közhasznú alapítványok meg megtámogatják a, a, a NER tagjainak a saját projektjeit, és hát ott okoznak majd aztán megint ilyen milliárdos vagyoni gazdagodást, Hát nem a mi zsebünkben. Nem, szóval nem. az a lényeg, hogy az egy azt tessék észrevenni, hogy ez egy tendencia, ez egy trend, és módszeresen, sok irányból vonják el az, a, a táplálkozási lehetőségünket, tehát azt a lehetőséget, hogy gondoskodjunk a saját élelmiszer előállításunkról. És ha már ilyen vad tanulmányok jelen, mert először, mikor ezt elolvasod, ezt, amit felolvasom az előbb, hát röhögsz egyet, nem? Hogy, hát ezek igen, mennyi. Igen. De, de komolyan. De ez nem vicces. Tehát ők ezt nem viccből írták. Nem, nem. É, és fogják hozni a pibékjeiket, és mivel látjuk, hogy a, a például a Magyarországot e, uraló e, diktátum, aki egyébként még elmondja nekünk, hogy milyen boldog ország ez a Magyarország, mert hogy itt micsoda jólét van te. Tehát, hogy meg 30-ra... A... Jó lét. Jó lét, a, igen, a ofi, ugye, <laughs> jut eszünk be a lét, a lé határozza meg a tudatot. Így van. Mondja, mondja Hofi. És hát ezeknek a persze, ezeknek a, a, az embereknek egyre jobban telik a zsebük, nagyon élvezik. Azt látsz, én azt látom, hogy nagyon nagy élvezettel rabolnak ki bennünket. Tehát olyan elegánsan teszik, és látszik rajtuk, hogy jól vannak. Hát most kicsit. Igen, nem, 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 én azt mondanám, hogy már annyira pofátlanok, hogy már nem is rejtegetik. Már úgy értem, hogy annyira pofátlanok, hogy nem Igen. is rejtegetik, hanem elegánsan kiállnak, jó szabott töltönyeikbe, és akkor elmondják nekünk a hülye dumát, hogy nekünk milyen jó itt ebben az országban. Hát most már Bulgária is megelőzött bennünket. Igen, Tavaly... így van. Én, ezt, tűnod, ezt beszéltük is, hogy még egy kicsit küzdünk, és most már akár lehagyhatjuk Albániát is. Meg van célozva, de... Hát igen, igen, mert most már nincs már lejjebb, már Európában csak Albánia, aztán majd lesz, mert az afrikai országokban egy-kettő még, még hát életszínvonalban mögöttünk van, de már nem sokáig. Orbán Viktor még nem mondta ki azt, amit Gyurcsány, de szerintem előbb-utóbb ki fogja mondani, hogy aki nem érzi ebbe az országba jó magát, Menjen is igen. É, így van, és mennek is el. Szóval, ez döbbenetes, Igen. és akik elmentek, ugye a fizes készpénzzel kampányunkat azért 22 országból támogatják a világból, Ausztrália, Egyesült Államok, illetve az Amerikai kontinensről, a Ázsiából és Európából is, hát ugye sok országból, 22 országot számoltunk össze, most készítettünk egy ilyen térképet, az ott élő magyaroktól, akik támogattak bennünket, a küzdelmünket, szeretnének hazajönni. De mire jönnek hát haza? Hát erre nem. Éh, Fogy a lakosság, nagyon boldogan, büszkén jelentetem be, hogy a Nexus Club tagja lett Bernát Ilona népi gyógyász, és ott indít egy női kört is. Vele beszélgettem, és hamarosan készítünk is vele felvételsorozatot. Itt ezt már szeretném beharangozni. Nagyon tisztelem Ilonát, ő szülész is, szülésznőként diplomázott, aztán megtanulta a népi, bábaságot, és rengeteget gyűjtött, bejárt a, a kárpát medencét de a világot is, régi hagyományok, és fantasztikus dolgokat tud mondani. De hát ővele beszélgettünk, hogy sokan keresik most, most, egyik lábával itt van Budapesten, mert ilyen két életet, hol Marosvásárhelyen, hol Budapesten van, hogy nagyon sokan keresik a meddőségi problémákkal, fiatalok, Laci, amiről beszéltünk, az elektromos autó, a, ezek az elektromos szöszök, az egyebek. A, elmondja ez a hölgy, aki szakképzett egészségügyi dolgozó, természetgyógyász és mindenféle, hogy nagyon sokan nem győzi a különböző körökben, női körökben, annyian fordulnak hozzá meddőségi problémákkal. Mert az még csak egy dolog, hogy eleve már a gyerekvállalási kedv is a béka hátsója alatt van, de hogy ahol még vállalnának, ott meg ott meg beüt a meddőség. Szegény magyar, ki fog itt 50 év múlva magyarul beszélni, vagy 100 év múlva? Hát Mondta ezt Cseh Tamás azt hiszem a 60-as évek végén az egyik dalában, és hát most ez a kérdés még aktuálisabb, és sajnos ez a Hát már régóta temetjük a nemzetet, de én szerintem nem kéne, de össze kéne magunkat végre szedni. Ezeket de. mi, hát mi segítünk benne, Zoli, tehát mi megmondjuk a tuti, például megmondjuk azt is, hogy hát amit mi kiabáltunk, ha, ha. Én mondtam neked, Zoli, hogy mi leszünk <laughs> az elsők, és így mi, voltunk az elsők, akik felvették, hogy nem a magyar Péterek itt a hogy most alapít pártat, nem alakít párt, kit érdekel, úgyis a Fidesz csinálja meg, Fidesz adja neki a pénzt rá, úgyhogy felejte is az egész. Viszont elterelte arról a figyelmet, ugye, hogy most már kínai rendőrök fognak Magyarországon raziázni. Bizony, Hát. És mondok neked egy szót, egy kedves uh, kommentelő kollégám, mert ott én is kommenteltem, nem, tudom a nevét, ha egy kapil csapua, vagy hogy hívja magát, nem tudom azt, hogy, hogy kell kiejteni, mert megkérdeztem, hogy hogy hívják kínaiul azt a titkos rendőrséget, és ő megírta, hogy talán ezt úgy kéne, vagy az egyiket úgy hívják, hogy Guan bu. úgyhogy ezt a szót tessék, vagy ezt a szavakat tessék megegyezni, hogy Bú az lesz a retteget szó, most már nem Cseka, nem ez nem Gestapo, hanem a bú fog bennünket elvinni, Zoli. A búsba. Ez egyszerűen döbbenetes. Ez igen, hogy, igen. És ez csak olyan, így ilyen lazán? Ez abszolút lazán, de nem is ez a leglazább, hanem a következő, mondom neked a, a, a megint csak mai hír, tegnap előtti, vagy tegnapi, 900 milliárd forint, ez körülbelül 2,5 milliárd dollár, bár bár ahogy most megint rontják a forintot, most már egyáltalán nincsenek illúziói, most már 400 forint lesz szerintem a, már az, már az a, az a célár, hogy legalább azt meg lehessen tartani, a 400 forint per eurót. mindegy, szóval 2,5 milliárd dollár értékben épít majd Kína naperőművet Magyarországon, de Na most kapaszkodjál meg, 44,4 négyzetkilométeren. Most ez, ez ugye mit mond? Ez azt mondja, hogy gáza 45 négyzetkilométer, és ezért mekkora véles harcot folytat, ízzel, hogy azt is magáinak tudja. Hát a 44,4 négyzetkilométer, ez már hatalmas, és ezt mondtam neked, hogy most már lassan a magyar földeket naperőművekkel és szélkerekekkel fogjuk bevetni, nem búzával, meg kukoricával. Megrepcéve. Tehát egy hatalmas területen épül majd kínai naperőmű, de ennek van előzménye. Az előzménye az az, hogy Kaposvár mellett is volt egy ilyen beruházás, ott egy 220 hektáros, az 2,2 négyzetkilométer, Szántót a kormányunk azonnali hatállyal, ez azt hiszem 3-4 éve volt, kivett a Kaposvári Egyetem műveléséből, az egy ilyen állami gazdaságként működött, egy ilyen bemutató, vagy tan, tan Öld volt igazán, de nem, hát tudod, vannak ilyenek, hogy hogy kell szántani minden, és a Kaposvári Mezőgazdaság Egyetem, nyilván ez, ez egy ilyen, ez, ez fontos, hogy azért lehessen művelni, és ez pénz is hoz egyébként az egyetemnek azt azonnali hatállaló, ugye nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházási övezetté minősítettem, ez a, ez a bűvesszó. szó? Jaj, ezt Ugyan? nagyon, ezt meg a nézőkkel, Így hogy akkor, amikor ez nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, ott akkor a helyben lakóknak kus van. Így van. Röviden. Nincs szavazás, nincs ott meghallgatás, nem. nincs semmi, ez azonnal az van, amit most. az állam akar. Így van. Na, a lényeg az, hogy oda felépítettek egy kínai naperőművet, hitelből természetesen, amit a Bank of China-tól vettek föl. Így kell. A naperőművekre, illetve az, azon az ingatlanra pedig jelzálok került. Na most, hát ez működött, működött, de 2023-ban veszteséges lett, és ezek után az NVM, Zöld Generáció Kft. Ez a Lülőnek a, a csapata, igen, 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 igen. De... Ő, ő viszont hajlandó visszavásárolni a kínaiaktól ezt a napörőművet. Úgyhogy most azt is kifizetjük, mi még egyszer kínálnak, mert ugye egyszer kifizetjük a, fizetjük a hiteleit, meg most még meg is vesszük, nem mi, bocs, nem, nem mi vesszük meg, nem, nem mert nekünk semmi közünk a, a KFT-hez. A KFT az már magán, tehát ezt igen. tessék megérteni. A világon mindenhol, a beruházások államiak. A profit az meg privát. Ez igaz Kanadára, igaz usa igaz Magyarországra, igaz Németországra, igaz mindenhova. Tehát addig, amíg szórni kell a mi adófizetői pénzünket, addig olyan nagy lelkű az állam. És abban a pillanatban, amikor ott már egy gyár elkezdte el, legyen az Mercedes, BMW, Audi, bármi, Siemens, abban a pillanatban már az a megtermelt haszon az az övé. Az nem a miénk, abból mi nem kapunk. És Magyarországon ráadásul még ezek adót sem fizetnek. Tehát én, vagy te, vagy akárki több adót fizet, mint a Mercedes. Mert nekik mi fizetünk, hogy itt maradjanak. Nem az, hogy ő adót fizetne, nem, 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 nem. Mi fizetünk azért, hogy ő itt hajlandó legyen még kizsákmányolni tovább is bennünket. Mert ez milyen jó nekünk. És ez, ezzel zártuk ugye a múltkori megbeszélést, hogy ha ezt így folytatja államunk, akkor ö, hát igen, akkor most már most már Albánia van csak, akit még legyőzhetünk az a életminőségjavításban, mert aztán már Albánia is le fog bennünket hagyni, és ott is jobban élnek az emberek, mint itt Magyarországon. Tehát ezt nem győzzük mondani, hogy itt, itt egy nagyon rendes szorgos népél. De a, a vagyonát a pénzét hát több száz év óta, de lehet, hogy már most én azt mondom, hogy lehet, hogy ezer év óta mindig valaki valamilyen célból elveszi. És sose csorgat vissza semmit az állampolgárainak. Na most ő, még egyszer tehát. Az a 44,4 km pedig hát maga gáza. Tehát ez nem kis terület. És ez egy nagyon jó termőterület volt. Tangazdaság volt. És, illetve nem a 44 négyzetkilométer, mert az is egy jó terület volt. Mert nem oda teszik a, a napelemparkokat, ahova való, mert mondjuk a, a városokban a házak tetejére, mert ugye ez egy hol terület. Nem, hanem a megművelhető. Ö, Mezőgazdasági földekre, De ahogy te mondtad, a zsíros magyar földet mi vetjük be, nem mi, a kínaiak vetik be napelemekkel és nem lesz belőle kis napelem, egyébként hiába vetik rá, ugye, mert hogy aztán uh -huh. majd 10 év múlva, vagy 15 év múlva, 20 év múlva, majd mikor egyébként ezek a beruházások eladvulnak, meg tönkre akkor ezeket a benne lévő veszélyes hulladékokat, egyebeket, akkor majd valahogy nekünk el is kell temetni valahova, vagy Így valahogy van. meg kell szabadulni. Tehát ez ilyen, 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 rövid látás. Egyébként csak a, nem akarok kitérni rá, csak így zárójelben megjegyzem, hogy már múltkor pengedtük, hogy az, hogy az elektromos autó kezdenek visszavonulni eh, nagyobb autógyártó cégek. Azóta én is több információt hallottam róla. Ford is. Mercedes is leállította a, a, azt, a, hogy 2030... Apple is, Mercedes is. stb. satöbbi. De eh, hát de ezt úgy sem fogják hangos sajtomban beismerni, hogy ez egy zsákutca volt. Mert Igen. akkor, meg az, az, hogy amiket az autókhoz, az állami támogatásban felvettek ezekhez az elektromos autókhoz, azzal is a mi tárcánkat szegényítették, mert a mi közös vagyonunkból járultak hozzá az elektromos autógyártók profitjához. Igen. Azt szeretném a kedves nézőknek elmondani, hogy Lacival beszélgettünk is itt a felvétel előtt, hogy úgy egyébként már nagyon unjuk, hogy csupa ilyen információkat és ilyen híreket kell átadnunk. Mert most, ahogy hallgattalak az előbb is, ez jutott az eszembe, hogy egyszerűen legszívesebben báztatnám a kötelet, vagy nem tudom már elkezdeni. Hát, szóval, hát ilyen... Ezeket csak úgy csendben szemléljük, és hát jön ez a, 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 a... Ez megállíthatatlanul jön ránk, megállíthatatlanak látszóan jön ránk, mert megállíthatnánk, és most ez a tavasz, ez a nyár, ez az ősz még adhat lehetőséget, még adhat, de ha nem szervezzük meg magunkat, el fog menni ez a vonat, és akkor már nem tudunk, nem is tudjuk magunkat a kínai rendőrséggel, meg a mesterséges meg élelmiszertől, meg a nem tudom én milyen kisigeret, ellenőrzött, ö, agyonkontrollált világtól megmenteni magunkat sem, a gyerekeinket, unokáinkat meg főleg nem. Mert ők nem is értik ráadásul, tehát a 20 éves, 30 éves generáció, meg a 20 év alattiek, Fogalmuk sincs arról, hogy hogy szorul a hurok a nyakukon. Én nem. A, a, azt látom, hogy több csoport készülődik, kapok rendszeresen hívásokat, azért ezt hadd dicsekedjek el azzal, hogy most csinálgatjuk ezeket a műsorokat, a másik Magyarország rendezvénysorozatot, és azért sokan megnézték, meghallgatták az előadásainkat, beszélgetéseinket, pláne amikor arról beszéltünk, hogy tehetünk is valamit magunkért, ha megszervezzük magunkat, és jönnek hívások, jelentkeznek az ország minden részéről elszánt emberkék, és mindenféle ötletekkel, hogy, akkor most nem tudom, a WHO elleni fellépés, vagy, vagy ilyen olyan, ilyen tüntetés, vagy valami petíció, vagy így támadjunk, vagy úgy támadjunk, vagy hogy hogy kellene a vízgazdálkodás megcsinálni, ez hogy kellene, az hogy kellene, meg hogy a Szent Korona majd az megment bennünket. Azt látom, hogy ezek a gondolkodók nem értik azt, hogy a magyar társadalom a határokon belül élő népesség az egy, annak egy, egy egységnek kellene lenni egy, egy, egy szerves rendszer az egész. A kicsit az emberi testhez hasonlítanám, mai beszélgetésben volt pont egy ilyen, hogy egyesek csak a májjal foglalkoznak, a máj funkcióival, mások csak a, vesével, vagy a, a csonttal vagy az izomszövetekkel, és úgy foglalkoznak ezekkel a kérdéskörökkel, mint ha többi nem is lenne, pedig külön-külön nem érnek semmit ezek a szervek, ahhoz össze kell rakni, rá kell tenni a csontvázra, és akkor egy bőrrel még be is kell vonni, hogy aztán egyébként lelke lehessen, meg, meg gondolatai, gondolkodóképes legyen. Tehát egy bonyolult rendszert kellene. 3200 település van ma Magyarországon. E, azt tessék meg, és csodálatos kezdeményezéseket látok a, az országokat, ahogy járom, itt-ott arra. De ez olyan, mint amikor a gyöngy egy marék gyöngyöt kidobunk a réten a fűbe, vagy a szénakazalba, szétgurulnak, és nem találják meg egymást. Maguktól nem fognak egymásra találni. Pedig, ha ezeket összefűznénk, akkor gyönyfűzérként a Kárpát-medence ékesége lehetne a világnak. De nem ezt tesszük. Mi nem ezt tesszük. Nagyon fontos megérteni, hogy ez a világ nem azért gonosz, mert ezek a gonoszok, a, a, a Klaus meg a, a többiek ilyenek, Hát ők nagyon kevesen vannak. Csináltam egy számítás, hogy 8 milliárd embernek ez a, mondjuk ez a, a 150-100 ezer család, amelyik ebben a pakliban van, ez hány, nem tudom, mint 100 ezeret százaléka. Szóval olyan kevesen vannak a mi tömegünkhöz képes, hogy semmi. És mégis ők uralkodnak rajtunk. Miért? Mert mi hagyjuk. Hát, Mert... igen, Zoli, igen mert mi éltetjük őket. Megnézem igen, a tesco tele van a parkolója, tele vannak a kasszák, elmegyek egy kis magyar vállalkozónak, a, hát már nem is nagyon van magyar volt vagy ilyesmi, az meg pank, nézeg elődik üresen, és akkor fitymálnak rá, ja, drága, hát persze, hát hogy szegény, hát annyit a terhet kap, a kártya, igen. meg a, 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 a elő kell fizetni az internetet, utána, ha nincs forgalma, akkor is kifizeti ennek a uh, terminálnak a költségét, és akkor még az ott hagyott pénzből is levonnak neki, nem tudom én, kétszázalékot, amikor ott fizetünk nála kártyával, de nem nagyon járunk oda. A nagyboltokban meg már egyre kevesebb az élő pénztár. Terelnek be bennünket az akolba. Igen. É, tehát ha most ebben a következő hónapokban nem kezdünk el szerveződni, és a szerveződés az nem elég úgy, hogy a faluba összejövünk hárman, négyen, az semmi. Hálózatos szerveződés kell, network. Ez a varázsszó. A Nexus Club az egy network alap. A, más, a Másik Magyarország hálózatának az alapja, úgyhogy sok szeretettel várjuk a kedves nézőket, akik tenni szeretnének a magyarság megmaradásáért, csatlakozzanak a Nexus Klubhoz egyúttal, azonnal. Itt van a vásárlói kártya a hátam mögött. A, a, hogy ez miért nem érhető, Laci, hogy vásárló magyar vállalkozótól a magyar családokat támogatsz vele? Mikor ezt, így a, ezt a jelszót megépítettük, akkor akkor hát azt gondoltam, hogy hát barátom, aki ezt meghallja, akkor azonnal azt fogja keresni, hogy na, hogyan van, hol van, hogy lehet csatlakozni hozzá? És képzeltem, ez történik. De vállalkozónál sem. Beszélgettem egy pár vállalkozóval, é, hát jó van, de hát most ö, jönnek hozzám az emberek, most miért adja kedvezményt? Oké, okay, barátom, legyen így. Na jó, én viszont még folytatnám a kínát mert a sárga veszedelem itt van a nyakunkon. Egyébként annyira itt van, nem látszik, Ök őket nem lehet látni, csak majd érezni lehet. Mert ott van például a Montenegrói eset. Ezt, ezt ismered? Nem. 17-ben felvettek 1 milliárd dollárt arra, hogy autópályát építsenek Montenegróban, ami hát aki ott vezetett, az ha hát nem is autópálya, de egy, egy szélesebb út, Megépítése is nagyon el kellene. De mindegy, megépítettek 40 kilométert ezen a horribilis pénzem, ami még a magyar, igencsak fölülárazott dolgoknál, tehát autópályádiaknál is magasabb volt. És először az Uniótól akartak pénzt kérni, hogy milyen jó lenne nekik egy autópálya. Az Unió azt mondta, hogy nem, mert nem éri meg túl drága ők csináltak mindenféle számításokat, és azt mondták, hogy az a nép nem fogja kifizetni az autópályát az életbe se. Mindegy, ők úgy döntöttek, hogy kell nekik, a kínaiak boldogan adtak nekik, és hát most a összes tartozásuk egynegyede ez a pénz, az, amit fölvettek Kínától. Most 23 ba 24-ben 24 is gondolom, Montenegro esedezik az EU-s kölcsönökért, hogy ki tudja váltani, hogy meg tudja magát menteni a kínai hitelektől. Mert miért? Azért, mert például itt van Sri Lanka esete is. Sri Lanka ugyanígy járt, mint Montenegro, és Magyarország is ugyanaz lesz, mint az előző kettő. Felépítettek Sri Lankába, vagy felújítottak egy kikötőt. Úgy hívják, hogy Hambantota. Nyilvánvalóan ez így van megcsinálva. Lanka sem tudtak kifizetni a hiteleket. Erre Kína azt mondta, semmi gond, gyerekek, 99 évre bérbe vesszük. Ingyér. Tehát most adják el államunk és pártunk vezetői Magyarországot a fejünk fölül. Igen. Tehát a... ez, ez sokkal, sokkal súlyosabb, és már ami nincs Sri nálunk már van, bejön a kínai rendőr is. Tehát ez, ez nem vicces, itt, itt már lehet, hogy Zoli, már lehet, hogy uh, Orbánnak meg van számolva az órája, csak mi nem tudjuk. És lehet, hogy jövőre, vagy jövő után már ez az egész EU-s hogy szavazgatunk meg, ezért felesleges. Itt, itt egyszerűen hatalom lesz, és kész. Tehát úgy néz ki számomra, és egyre több csontváz ki a szekrényből, és ez mind azt mutatja, hogy Kína csak ő mindig csak kis szerény, meg izé, meg nem szól, meg, meg, meghajol, meg hallgat, meg vigyorog a háttérbe, az közben minden az ő kezére ment át. Ugyanaz a módszere, mint a Rothschild, Rockefeller, Pontosan. Ö, többieknek. Hát jó tanuló, jó, jó tanuló. Hát Ugyan ide, ezt nagyon csinálnak. jó tanulók. és csak, hát mivel ők most ilyen törekvőek, ezért ők udvariasak, visszahúzul, de közben kirakják az adós nyakörveket sorba. És Egész ahova. Afrikában. Már ott, igen, aztán így most nyomulnak Európa felé is így Magyarország nyakára is rakják rá a saját nyakörvüket, és aztán majd, hát, hogy mi lesz belőle, tehát az, hogy ebből magyar életszínvonal és magyar kultúra, hát nagyon nehéz lesz. Mert hogy ugye Debrecenben tudjuk, hogy az 50 ezer kínai, akit odahoznak, azoknak már a polgármester helyettes bejelentett, tehát nem ugyan csak lakásokat építünk, az 50 ezer család idejön, Hát azért azoknak kell akkor színház, mozi, bétterem, szóval. kulturális faló, létesítmények. Rójai falu. Most már majd egyszer csak kibújnak, és azt mondják, hogy te mit keresel itt még Magyarországon magyar? Így van, így van. És úgy járunk, mint. Megvettük, a... megvettünk titeket, kilóra, megvettünk egy fehér bidést. Látjuk, hogy Németországból már menekülnek a németek ide. Mert még hát, ez is majd... ráadásul, ez is sújt bennünket. Majd a... innen is menekülnek tovább valahol. Persze, aztán nem nagyon akarnak megtanulni magyarul, hanem megcsinálják a maguk is német közösségeiket Leszze. itt Magyarországon, mert hát otthon már élhetetlen. Németországban a mezőgazdasági miniszter az nem is tudom, indiai származású vegán, aki elmondja, vagy vega is elmondja, hogy le kell szokni a hússal kedves németek, negyetek húst, milyen dolog ez, mert a karból lábnyom, meg a széndiokszid kibocsátás, mint ti vagytok az okozói, mert húst esztek. Na, de ezt is már átbeszéltük százszor. hogy nem már lázadni, hát Zoli, hát bebutattuk, bemutatta Igen. más is, elmagyarázta, hogy az egész egy egy szemfényvesztés, semmi, az. egy hazugság, egy és hazugság az egész. Tehát és nincs széndiokszid a... veszély, nincs semmilyen veszély, nem esszük meg a földet, pláne nem úgy, hogy fogy a lakosságunk, szó nincs ilyenről szó nincs. Igen. Uh, szóval... És akkor felszámolják a kiskertet, és az a gond, hogy majd ki fognak jönni, és aki hozzá hozzámer nyúlni, vagy nem úgy mer hozzányúlni, hogy ők gondolják, azt megbüntetik, elviszik. Ja, még egyet a napelemekről, amit nem nagyon tudnak, hogy a napelemekhez kellenek bizonyos ásványok, ami van Kínában, van az új ahol az éppen kényszermunkára hurcolt újgurok és egyéb politikai foglyokkal termeltetik ki. Azért Akik orcsok. A legközelebbi rokonaink egyébként. Hát nem nekünk, hanem a árpádéknak, de neki. Jó, így. jó, új, jó, Hát mert genetikailag semmi közünk nincs hozzájuk, de majd attól még sajnálhatjuk is őket, mert, mert, mert de, de, Zoli, lehet, hogy mi is ott fogunk kikötni különben. Tehát mondom, jön az a guanbu, ha jó a kiejtésem, és akkor egyszer csak ott ébredünk. Csákánnyal a kézben. Hát jó el... Uh, uh, hát nem jó, nem na. jó, Zoli, de, de, de nézd, a mi feladatunk, hogy fölhívjuk a figyelmet. Mert ez olyan mézes madzak, hogy hú, milyen jó kína már megint, ú, de jó, most, most ezt is megtámogat. Ú, most oda is épített van, és ebből nekünk mi a hasznunk azon túl, hogy fizetjük, 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 fizetjük. Ő megviszi ki a pénzt. És rémálom, ez a a közlekedési miniszter, ez a, az, Lázár. a Lázár? ez a kedves barátunk, ugye, aki megadóztatja a készpénzes jegyvásárlást, aki ilyen kitalálta ezt a baromságot, tehát ennek meg most az az álma, hogy itt Rákos rettenetesen megépítsen egy olyan szitit kínai pénzből, kínai építészekkel, és hát nem mondja ki, de hát javarészt azért kínaiaknak, hogy otthon érezzék magukat és, és be akarja építeni ezt a városrészt, ilyen felhőkarcolókkal, meg ilyen csupa e, e, szuper negyedet. Minek? Igen. Kinek? Ki kérte erre? Ki adta meg hozzá az engedélyt? Vagy ezeknek már nem is kell kérni engedélyt? Ők nem a nép érdekét képviselik? Nem azért lettek megválasztva, hogy a magyar lakosságnak, a magyar nemzettestben élő őshonos lakosságnak az élet minőségét, az élet körülményeit javítsa, hanem pusztán már csak egy kifoszható házi kedvencnek tartja, akit a céljai megvalósítására, az egyéni céljai megvalósítására úgy rugdal, ahogy akar. Hát igen, ez, ezek vagyunk mi a nép, csak ezt nem értem, hogy miért nem ébred már föl egy-két nagyobb megmondó, mint mi például a Bogár László vagy bárki, mert mindig csak elvigyorogják itt a borossa, hogy hát, hogy kifosztottak bennünket a kommunizmus alatt, és utána ő bevallja, hogy de nem, hanem, hanem sokkal hatékonyabb volt a kifosztás az úgymond rendszerváltás után. Bizony, meg azóta is. Hát meg azóta is. Folyamatosan. Pontosan. folyamatosan. Hát és, és, és akkor mi egy tárgy vagyunk, mi egy Va. dolgozó tárt vagyunk, aki hozza nekik a, a pénzt, meg a hasznot. Csak azt nem értem, hogy jó, de tudod, ez is az ő mondása, a Bogár Lászlói, hogy minden a pénzről szól, kivéve a pénzt, mert az a hatalomról. Így van. Ennek a Kárpát-medencének van egy rendkívül jó geó, egy adottsága rendkívül értékes környezet, gazdag, egy kincs, és az itt élő népesség, az valóban, ahogy mondtad is, egy szorgalmas népesség, amelynek hatalmas teremtő képessége van. És kifosztják, kifosztják, de mindig újra termeljük magunkat, tehát újra előállítjuk. És hogyha nem fosztanának ki, pár év alatt a világ egyik leggazdagabb országa lenni, Igen. állítom. Annak ellenére, hogy már mi mindent elloptak tőlünk. De az, tudtad, hogy a Schankheit magyar építész építette föl? A modern Schankheit? Nem. Úgy ez László? Ő, ő, ő volt az. Hát van itthon Pesten is épülete. Azt hiszem a Dunaparton van vagy két vagy három ilyen lakóink épület. Aztán ö, volt egy lehetőség, bepályázott és ő építette meg a nem is tudom, három vagy négy, mai napig álló és működő, sőt, a, a legprominensebb épületeit felhőkarcolókat épített, úgyhogy ö, bizony, letette a magyar építészet ott a kézegyét, aztán majd még ők visszaadják most a kölcsönt, úgyhogy ö, belerokkanunk. Jó, Laci, így a beszélgetés végére azért valami biztatót próbáljunk kicsiholni magunkból, hogy, hogy ne az legyen, hogy, hogy akkor többet, hogy olyan, olyan elkeserítő híreket mondunk, hogy többet a kedves nézőnek nem is lesz kedve már a mi beszélgetésünket hallgatni. Azzal együtt én kérem, hogy ezt a beszélgetést ről a véleményüket írják meg kommentekbe, illetve ha tetszett, akkor küldjék el ismerőseiknek, mert hogy sokan Igaz, nézik... Hogy várjál, még, még ez, hagyd egy megjegyzést. Én például nem is találtam meg magunkat, még akkor sem, amikor beírtam a nevemet, meg a teljes címet. Tehát valamikor a 40-50-edik között dobott föl a gép. Úgy látszik, hogy mi a tűrt kategóriában vagyunk, de volt már, mikor tiltott is. Ugyanakkor csinálta egy beszélgetést, azt hiszem, a Farka Csaba Lászlóval. Igen, igen, igen. Hát ez beírta, elsőnek azt dobta föl. Most még? Várjál, mert a Csabában ja is most... folytatjuk a beszélgetést, és akkor ez a... De, meg... de bennünket nehéz, és elnézést is kérek a kedves nézőktől, hallgatóktól. Valószínűleg ez, mi már szamizdat vagyunk. Zoli híres lett, átmentünk szamizdatba. Úgyhogy még nem tiltott le ezért a, a YouTube, de, de szinte megtalálhatatlanná tesz. Tehát tényleg csak úgy van, ahogy te mondtad, hogy megosztással terjedhetünk. És így is már azt hiszem 7700-an nézték ezt az, a, videót. Az egy héttel ezelőtt itt, igen. Az egy héttel ezelőtt Nagyon szépen köszönünk mindenkinek, nagyon szépen köszönjük a nagyon pozitív hozzászólásokat. Szinte egyetlen egy volt, aki, aki nem egészen pozitív volt. És még egy megjegyzést, nem tudom már, hogy valaki azt mondta, hogy biztos az én háztetőm tele van napelemmel. Nem, az én háztetőm egy darab napelem nincs, mert hogy társasházban lakunk és a társasháznak a teteje az, amíg javítani kell, közös egy és oszthatatlan, de ha a napelemet kellene fölrakni rá, abban a pillanatban már nem lehet megegyezni, hogy ki mit merre hány lép, és így nincs is rajta a napelem, és a jelen állásban nem is hiszem, nem is gondolkodnék, hogy legyen. És még egy, amit még, még a Lemesdihez, mert ugye azzal kezdtük, hogy Kína most már egy gázaméretű területet vásárolt Magyarországtól, hát lassan az egész országot megveszi szerintem, Ö, hogy hogy tárolják az energiát, mert ma például itt Szegeden végig esett, és felhős volt. Télen nem süt a nap. Akkor hogy csinál energiát estére, akár rajzében, mert az akkumulátoraik az nem megoldás. Ezt csak úgy megjegyzem. Tehát tehát technikailag nem tudunk semmit. Én, én már mondtam ugyan két dolgot, de, de azon túl nem igazán lép előre senki semmibe. A napelem, a napelem, a napelem a... gyártás, bányászat gyártás egy rendkívül jó biznisz. És ha ez rendkívül jó Hínának. biznisz, hát akik ebben érintettek, érdekeltek, és jut nekik belőle a, a, a osztalék, azok ezt tolják. Igen. Egy, egészen addig, amíg hát be nem csődöl a dolog. Mint az elektromos autónál. Még ott, erőlködnek, erőlködnek, óvatosabbak már észrevették, hogy ez zsákutca, azok már fogják vissza, de nem fogják azt mondani, hogy akkor ez zsákutca, azért, mert még azért csomót termelnek, majd amit el kell, hogy adjanak, és ránk zúdítják, illetve hát unokáinkra, gyermekeinkre, unokáinkra azokat a károkat, amiket ezzel okozunk. Már ránk a... Zoli, ez, ez az, amilyen én kiabálok, és te is ezért kiabálsz, csak én nem mondom, hogy miért kiabálunk. Mi azért kiabálunk, mert ha most ki fogják találni, hogy ez zsákutca, ki fogják találni, hogy nem kellenek ezek a rengeteg akkumulátorgyárak, amiket most mi felépítünk, mert nem kell a kutyának sem majd ez a nagy mennyiségű akkumulátor. Attól még nekünk fizetnünk kell a hitet, és el kell, valahova nekünk kell elrakni a rossz akkumulátort. Mert ez az EU szabályzás. Tehát er, er, erre mondom azt, hogy hát tessék fölébredni, hát tudod, ez a szolgálunk, hogy tessék fölébredni. Hát emberek, tehát már a kínaiak nem a spájzban vannak, most már az előszobában vannak. Sőt, már lehet, hogy mi vagyunk az ő hálószobájukban. Csak nem tudjuk a biznisz, nem tudjuk, hogy mit kötöttek meg az vezetőink, a mi fejünk fölött. Kétharmados többséggel. Ez a gondom. Tehát ezért mondjuk, és ez, ezt akarjuk mi érzékeltetni, hogy nem olyan hi, -hi, -hi ha, ha jaj, már látunk kínai rendőrt, ez nem, és a kínai rendőr is oda tud ütni. Na, ezen azért lesz mit gondolkodni, azt hiszem, szerintem Egen. ez egy jó kis végszó Egen. volt. Hát, Erre de nem pozitív, már... nem pozitív. Erre most már ne tegyünk rá többet, nem, nem sikerült ne pozitívat, de remélem, hogy egy pár hónap pulva... Hát tudod, a remény hal meg utoljára. Ja. Yeah. Kedves nézőknek, én is szeretném megköszönni azt a sok biztatást és azt a sok pozitív kommentet, amit kaptunk a műsorokhoz. Tartsák meg jó szokásokat, nézzék továbbra is a Nexus Televízió műsorait, tudják, mert jogunk van az igazsághoz. De hát hívjam fel a figyelmüket még egyszer, hogy nem elég csak nézni. A tudásra szükség van de nem elég a tudás, szív is kell, a, amelyikkel bátorságot merítünk, és még a bátorság sem elég, hanem cselekedni kell, és van mit, tehát a, a másik Magyarország cselekvési program elérhető a fizeskészpénzel.hu oldal menüjéből. Kérem, olvassák el, és ha egyet értenek vele, akkor kezdjenek el részt venni ebben a megvalósítási programban mindenkire szükség van. A saját életünkről van szó. Van kiút, van mit csináljunk, megvannak a, a lehetőségeink, de e, ugye a rossz hír az, hogy a sült galamb elkerüli a Kárpát-pedencét. Hát ez van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, Laci, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ja. Én is nagyon szépen köszönöm, ha meghallgatnak bennünket. És neked is zoli. Hamarosan folytatjuk. Viszontlátásra. Viszontlátás.